Sziasztok, én Norbi vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix, az IGN heti hírösszesítője, melyben többek között szó lesz arról, hogy kirúgták a Rick és Morty társalkotóját, hogy a Netflix szerintük soha nem kaszálnak el sikeres sorozatokat, és hogy van a Steamen egy játék, ami 750 ezer forintba kerül. Fogjunk is hozzá! Azonnali hatállyal menesztették a Rick és Morty társalkotóját, nem mellesleg a két címszereplő hangját adó Justin Roilandet az Adult Swim kultikus sorozatából. Roiland ellen még tavaly tett feljelentést egykori barátnője, azzal vádolva a férfit, hogy megverte és akaratán kívül fogva tartotta őt. Akkor nem kapott nagy vízhangot az ügy, most januárban viszont elindult az előtárgyalás, és az azonnali láncreakciót indított el. Roilandet ugyanis nem csak a Rick és Mortyból rakták ki, de a Disney Pluson futó a Koala Emberből és a Vigyázat UFO-kból is. Sőt, még az általa alapított Squanch Gamesből is kilépett, melynek gondozása nemrég jelent meg a sajátosan őrületes High on Life című FPS. A Rick és Morty Roiland nélkül folytatódik tovább, és a Squanch Games is jelezte, hogy tovább folytatja a játékok fejlesztését. Roiland felett pedig egyre sűrűsödnek a fellegek, ugyanis egyre másra kerülnek elő olyan történetek, hogy az alkotó kiskorúakat környékezett meg. Ítélet még egyetlen ügyben sem született, de nem áll jól Roiland szénája, az biztos. Úgy gondoljátok, hogy arcátlanság 80 eurót kérni a Steamen a Forspokenért? Akkor kapaszkodjatok meg, mert pár napja megjelent a Valve platformjának legdrágább címe, a The Hidden and Unknown, ami pontosan 1949 euróba, vagyis nagyjából 750 ezer forintba kerül, és egy kb. 2 óra alatt végigjátszható vizuális novella. Nem viccelünk, ráadásul maga a játékfejlesztője, a The Pro is óvaint mindenkit a megvásárlásától. Egy videójátékos magazinnak sikerült Discordon beszélni a Svájcban élő fejlesztővel, akinek elmondása szerint a The Hidden and Unknown egy nagyon személyes projekt, mivel a saját élettörténetét vitte bele a sci-fi kalandba. Hogy miért kerül közel 2000 euróba a játék? Arra pont ez a magyarázat. A fejlesztő nem szerette volna, ha a saját élettörténetét potom 20 euróért árulná. Nem hiszem, hogy bárki is meg fogja venni. Sőt, eltanácsolnék mindenkit attól, hogy megvásárolja, amennyiben nem engedheti meg magának az illető, nem akarok senkinek sem bajt okozni. Nyilatkozta The Pro. Az is kiderült, hogy először nem is játéknak, hanem könyvnek készült, a The Hidden and Unknown, és csak pár hónapot foglalkozott vele a fejlesztő, aki úgy véli, ha csak ketten veszik meg a játékot, akkor ő már jól is járt vele. Most pedig jöjjön néhány villámhír, no megnézzünk körül az IGN shopban is. Jerry Bruckheimer producer szívesen visszacsalná Tom Cruise-t a Top Gun 3-ba, de egyelőre még nem beszélgettek erről a sztárral, aki most épp a Mission Impossible folytatásokkal van elfoglalva. A producer azt is megjegyezte, hogy mint általában, így Cruise ezekben a filmekben is kockára teszi az életét. Az Insider Gaming értesülései szerint a Ubisoft már javában dolgozik a Far Cry 7. részén, Project Blackbird munka címen, illetve egy multiplayer játékon Project Maverick kódnéven, amik a megjelenéskor majd egy címé olvadnak össze. A játékokat tervek szerint Alaszka vadvidéken játszódnak majd, legkorábban pedig 2025-ben számíthatunk a megjelenésükre. Az HBO elkaszálta a Doom Patrolt és a Titánokat. Szerencsére ezt az alkotókkal már korábban közölték, így úgy készíthetik el mindkét széria utolsó évadának második etapját, hogy ezekkel lezárják a történetet. A Crystal Dynamics hivatalos bejegyzésében erősítette meg, hogy a 2023. március 31-én érkező 2.8-as patch után már nem fog új tartalmakkal és funkciókkal bővülni a Marvel's Avengers, szeptember 30-án végleg leáll a játék támogatása. Természetesen a bosszúállók kalandja ezután is elérhető marad, de semmilyen kozmetikai vagy tartalmi újdonság nem érkezik hozzá. Az Avatar 2 továbbra is megállíthatatlan. A víz útja Magyarországon elsőként érte el a 2 milliárd forintos bevételi határt, amihez 895 ezer nézőnek kellett rá jegyet váltania, világszinten pedig már megelőzte a bosszúállók végtelen háborút, amire annó 2 milliárd 50 millió dollár értékben keltek el jegyek. Nagy játékbemutatót tartott az Xbox a héten, melynek során kiderült, hogy a Minecraft Legends 2023. április 18-án jelenik meg minden fontos platformon, a kooperatív vámpírvadászós Redfall pedig május 2-án érkezik PC-re és Xbox Series konzolokra. Emellett egy meglepetés megjelenésre is sor került, a The Evil Within játékok alkotóinak új címe, a Hi-Fi-rás közvetlenül az előadás után debütált a Game Pass-ben. Az IGN shopra pedig feltétlenül nézzetek fel, mert most még van időtök előrendelni nálunk az év egyik legjobban várt játékát, a Harry Potter világában játszódó Hogwarts Legacy-t, de akár a Funko kínálatunkat is átböngészhetitek, biztos találtok kedvetekre valót köztük. Ted Sarantos, a Netflix vezérigazgatója szerint a streaming szolgáltató soha nem törölt még olyan sorozatot, ami sikeres lett volna. Lehet, hogy a Netflix volt a 2022-es év legnagyobb sorozat mészárosa, hisz a platform 20 szériát is elkaszált, köztük olyanokkal, mint az Éjféli Klub, a Resident Evil vagy az űrhadosztály. A január pedig az 1899 című sorozat eltörlésével kezdték, de arányaiban nézve ez nem olyan sok a többi szolgáltatóhoz képest, hisz a Netflix hatványozottan több sorozatot rendel meg, mint vetétársai. Sarantos szerint pedig nem igaz az interneten terjengő vád, hogy
felelőtlenül döntenének a sorozatok létével kapcsolatban. Soha nem kaszáltunk még el egy sikeres sorozatot sem, nyilatkozta a vezető a Bloombergnek adott interjújában, majd így folytatta. Ezeknek a nagy része jó szándékkal készült, de egy nagyon kicsi közönségnek szólt, egy nagyon nagy büdzséből. A kulcs az, hogy kis büdzsével elég egy kisméretű közönséget, nagy büdzsével viszont muszáj egy nagy méretű közönséget megszólítani. Ha ehhez tartja magát az ember, örökké gyárthatja a tartalmakat. A Nielsen szerint 2022 15 legnézettebb sorozatából 11 Netflixes volt, szóval azért összességében elmondható, hogy tudják, mitől döglik a légy. Az orosz Fantastic csapata 2021-ben jelentette be nyílt világú MMO-ját, a The Day Before-t, ami elképesztően részletes grafikája, ígéretes játékmenet és a The Walking Dead-et idéző hangulata miatt sokáig vezette a Steam kívánságlistáját. A többször is elhalasztott megjelenés és az önkéntes munkatársak toborzás után most úgy tűnik nagy bajba keveredett a játék, melynek oldala már el is tűnt a Valve rendszeréből. Ezzel kapcsolatban a fejlesztők előbb karbantartási hibára hivatkoztak, majd kiadtak egy közleményt, mely szerint a Steam blokkolta a játékot, mégpedig egy magánszemély kérésére. A fejlesztők szerint a Day Before védjegy még szabad volt, amikor ők bejelentették a játékot, nemrég azonban egy dél-koreai személy levédette azt, és már is szerzőjogi követeléssel állt elő feléjük. Emiatt meghozták a nehéz döntést, és márciusról 2023. november 10-re rakták át a játék megjelenési dátumát, és a beígért 10 perces új gameplay videó bemutatását is elhalasztották, hogy előbb konzultáljanak az ügyvédeikkel. A közleményt sokan kétkedve fogadták, pláne azok után, hogy pár órával később a Fantastic már úgy nyilatkozott az amerikai IGN-nek, hogy a szerzőjogi ügytől függetlenül is halasztani akarták a játékot. Az új dátumot viszont kőbe lehet vésni, annyira biztos. Ennyi volt a Weekly mára. Köszönöm a figyelmeteket, és ha már itt vagytok a csatornánkon, akkor nézzétek meg a Dead Space trilógia történetét nagyon röviden összefoglaló videónkat, vagy a The Last of Us sorozat sztárjától, Bella Ramsey-ről készített portrénkat. A jövő héten is a szokott időben érkezünk a Weekly-vel, addig is sziasztok!